Nézd, milyen szép kép egy hölgyről. Ezt úgy nevezem tavasz. Virágok és levelek és eper, egy tavaszi kert. Egy kert? Ez egy kalap valakinek a fején. Igen, valóban. Én egy nő fejét látom. Ó, nem. Ez egy kert virágokkal. Dada, az egy fül. Sisi, az egy fül és virág. Attól függ, hol állsz. Két különböző dolgot látsz. Te most menj közelebb. És Dada, te gyere hátra. A füle egy virág, és az arca is kis szirmokból van. Dada Váó, bájos hölgy, virágok és egy bájos hölgy. Hölgyatatatim, bájos hölgy, ó, virágok, bájos hölgy. Csodálatos, két festmény egyben. Imádom, ha mindenki mosolyog és örül. Gyertek, gyertek! Kérem, találd meg a könyvemet. Ó, kedves. Jó, én is keresni fogom. Archimboldó a sárkány jelmezt egy lóra tette a parádén. Nagyon meglepődött mindenki. Arra gondoltam, megint felhasználom a mai nagy gálán. Egy zöldséges tál. Szép. Ez nem zöldséges tál. Ez egy fura külsejű ember fekete kalapban. Hogy mondhatod egy zöldséges tálra, hogy egy ember? Azért, mert az. Egyet kell értsek Matival. Ez egy kitűnő csendéred zöldségekkel. Ez egy férfi. Ez távolról és közelről is határozottan egy zöldséges tál. Ez egy férfi. Élvezetes ez a zavar. Ez egy fura kertész. A kosár a kalapja. És egyben egy fantasztikus Dada festmény zöldségekről. Ez csodálatos. Az orcája egy nagy hagyma. Ez trükkös. Úgy rendeztem mindent, hogy embernek tűnjenek. Mert érdekes ránézni valakire és rájönni, hogy az valójában egészen más. És minden önmagát adja. A zöldségektől kertésznek tűnik. A virágok adják a tavasz női arcát. Ahogy a könyvek formálják a könyvtárost. A könyvem! Szóval itt van. Ez biztosan nagyon trükkös festmény. Nem látok semmit. Ez itt én lennék. Örvendek, hogy találkoztunk, könyvtáros úr. Ön csodálatos. Én is csinálnék egy arcot különböző dolgokból.